Számos érv hozható fel a dombóvári sportkomplexum megvalósítása mellett, amely alátámasztja a létesítmény létjogosultságát a városban, mondta el Pintér Szilárd polgármester. Hosszú évek óta igen leromlott állapotban van a városi úszoda. Ez egy megoldásra váró feladat volt. Menet közben felmerült még több kérdés is itt a sportkomplexum tervezése mentén, hiszen a rendészeti képzés miatt szüksége van lőtérnek a középiskolába. Nyilván az is problémát okozta, sem a középiskolának, sem a gimnáziumnak nincsen saját tisztességes sportcsarnoka, ezért a két létesítmény több mint egy 200-200 méter lévő kosárlabdacsarnokot szeretnénk megtölteni ezzel a funkcióval, és nyilván iskolai időben ezt a középiskolások tudnák használni. Nagyon fontos, hogy van egy omladozott üledező tekecsarnokunk, szintén a tekések erre sokkal többre érdemeltek, ezért úgy gondoltuk, hogy a multifunkcionális csarnokba szintén belefér még egy tekecsarnok, így négy sportágnak tudunk megfelelő teret biztosítani ahhoz, hogy a dombavári hagyományokat ápolva, őrizve, olyan sportolók kerüljenek ki úgymond Dombaváról, akik öregítik Dombavár hírnevét. Hogy mikor lesz kész erre, megmondom őszintén, nem tudnék biztosat mondani. Tekintettel, hogy a közbeszerzésnek az összes csapdája utolért minket a tervezés beszerzésénél is. 8 hónap időben most a tervezésre, június közepére lesznek készen a tervek, ami azt jelenti, hogy megindulhat a közbeszerzése a kivitelezőnek. Nincsenek illúzióim, szerintem 2022 év végére lesz egy kiváló kivitelezőnk. 23-ban megépülhet a sportkomplexum, megítélésem szerint 23 év vége, 24 első fél éve lesz, amikor egész biztosan mondhatjuk, hogy birtokba lehet venni az új sportkomplexumot Dombaváron. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől megtudtuk, évek óta várják, hogy a sportcentrum beruházás elindulhasson, melyet a kormány is támogat. 8 hónap múlva pedig megkezdődik a kivitelezési eljárás. Sajnos ezek nagyon hosszadalmas dolgok, de reméljük, hogy 8 hónap alatt valóban, tehát mától számítva 8 hónap alatt, tehát ez azt jelenti, hogy június 22-éig elkészülnek a tervek, és az alapján lehet majd a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre kiírni, és utána majd maga a kivitelezés, tehát több évről van itt szó, de ha mindezen túl leszünk, akkor nagyon reméljük azt, hogy nem csak a városban lesz ez egyedülálló, nem csak a kis térségben, a megyében, hanem országvilága csodájára fog járni, és a következő generációknak ez egy nagyon jó dolog lesz, illetve az épülésükre szolgál. Ez az objektum 40 települést fog kiszolgálni itt a 3 megyében. A dombóvári sportkomplexumot tervező építésziroda az elmúlt évek folyamán 5 sportcsarnokot, 3 úszodát tervezett már, lőteret még soha, de ennek a kihívásnak is eleget fognak tenni, tudtuk meg az ügyvezető igazgatótól. De egy engedélytervet összerakni és elkészíteni a kiviteli tervet, úgyhogy közben nyilvánvalóan egyeztetnünk kell. Én úgy gondolom, hogy még ebbe szerződésen kívül egy vázlattervi ütemet is be kell raknunk, ahol az alapgondolatokat megbeszéljük és jóvá adja az önkormányzat. Van egy igény, amit itt most nagyon pontosan megfogalmaztak, és mi meg szakmailag átgondoljuk, nem feltétlenül mindenbe fogunk egyetérteni, már avval, amit kaptunk, de ezeket mind leegyeztetjük. Mert nyilván nekünk is van, hát jó sok éves tapasztalatunk, ami tehát a jobbító szándékkal, mindig a jobbító szándékkal közelítjük meg a feladatot, tehát az a fontos, hogy a legjobb és a leghasznosabb megoldás szülessen meg.